Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Stílszerűen a sajtó történetéről fogunk beszélgetni vendégemmel, Buzinkai Géza, a történelemtudományka habilitált doktora, főiskolai tanár, az irodalomtudományok doktora, kandidátus. Tisztelettel köszöntöm, örülök, hogy itt van velünk Székesfehérváron. Nos, idestől fél évszázada kezdte a pályáját. Ha gyorsan végigfutunk rajta, akkor látszik, hogy íve van ennek a történetnek, mint meg annyi sajtótörténeti ön által szerzett munkának. Tehát volt szerkesztő, könyvtáros, a Semmelweis Orvos Történeti Múzeumban, Korvina kiadóban volt főmúzeológus, ELTE, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, a Kölcsei Akadémia, Közgáz, Szombathelyi Főiskola és most Eger, az Eszterházi Egyetem a munkahelye, és sajtótörténettel, illetve irodalomtudományokkal foglalkozik. Meg annyi ösztöndíj fűződik a nevéhez, konferenciák sora a világban, nem számoltam meg, de éppen elég ahhoz, hogy arról nem is beszélve, hogy aki esetleg még a munkáit nem ismeri, az is bizonyítékot lelhet arra, hogy igenis érdemes a sajtótörténettel foglalkozni, és megismerni a sajtótörténetet önáltal, hiszen ön része a Magyar Sajtóintézménynek. Viszont evezz a mélyre tartja a mondás, egy kicsit beszéljünk az indítatásról. Akár kezdhetjük onnét, hogy miként fertőzi meg az irodalom, a leírt szó, a fiatalt, hogy megmarad a teljes pályája során a könyveknél. Hát azért, ha most kezdeném a pályát, az nem biztos, hogy ugyanaz lenne, mint hát végül is számítsuk bele ebbe, hogy én 1941-ben születtem. Tehát egy annyira más korosztály vagyok, mint a mai fiatalok. Tehát én tényleg könyveken otthonról is, könyveken nőttem föl, és az, hogy az ember könyvet olvas, és abból alakítja ki magának a világról alkotott képet, meg azt, hogy mit szeretne csinálni. Tehát az egyéniségtől a mozgástérig minden valahogy az irodalommal, a könyvekkel fűződik össze. Hát ez a mai gyerekeknél nincsen, tehát a saját gyermekeimnél is látom. Úgyhogy ez akkor és azóta is nálam így alakult természetszerűen, de ez nem azt jelenti, hogy én bárkitől elvárnám, vagy hogy elhinném, hogy ez más számára is érvényes. Ön egy legendás család sarja, egy legendás nemesi család sarja, aki ráadásul a piarista gimnáziumban kezdte a középiskolai tanulmányait. Tehát ez már indítatásnak is megfelel, legalábbis nekem. Hát azért ez nem egy ilyen bonyolult, illetve bonyolult. Bonyolult, tehát nem az van a mélyén, amit az ember így ma róla beszélve elgondol. Tehát én azért a második világháborút követő időkben hosszú ideig nagyon sok mindenből megkaptam a negatív változásoknak a lecsapódását. Budai várba laktunk. Nagyapám, aki egyébként a Dunaszáva Adria Vasúttársaság, azaz a déli vasútnak, majd a MÁV-nak az igazgatója volt, és a háború előtti székesfehérvári állomás épületet ő tervezte, mint a vasútnak az igazgatója. Tehát valahol itt kezdődik Székesfehérvárral a kapcsolatom. Na, tehát a várban a világháború után egy szétbombázott házban három családnak kellett együtt lennie. Úgy nézett ki, hogy hát az első lépés a kitelepítéshez ezen nagyapám révén meg is érkezett, aztán azt sikerült valahogy elodázni. Én 1947-ben elkezdtem a vári ott lévő plébániai iskolába, tehát a Budai Vár egyetlen iskolájába, az első elemi osztályt. Mire véget
ért az első osztály számomra, addigra államosították az egyházi iskolákat, akkor utána le kellett a vár aljába járni egy évig, majd létrehozták a vári iskolát, nem akarom végigmondani, gyakorlatilag állandóan valami változás, hirtelen átszervezés, benne ezek a különböző X-káder és hasonló ilyen rémséges kifejezésekkel sújtott család és egyéb ilyesmik. Ebből eredt, elég jó tanuló voltam, hogy a piaristákhoz, ahova felvételivel kellett, ami akkor ez teljesen szokatlan dolog volt, ez 1955. Fölvettek a piarista gimnáziumba. Csak hogy, hát én már akkor is 100%-ig nem csak hogy irodalmár, hanem színházi érdeklődésű voltam. Egy darabig nagyon erőltettem volna, hogy színész legyek, amihez egyébként nem volt tehetségem. A családom ezt nagyon rossz néven vette, és semmiképpen nem akarta, hogy belemerüljek a színházi világba. Ezért egyrészt ennek szólt a piaristák gimnáziuma, másrészt pedig annak, hogy ott a reál osztályba jelentkeztettek engem. Na most, ha valakinek semmi reál érzéke nem volt, az én vagyok. Úgyhogy két évig jártam oda, az alatt folyamatosan rágtam anyám fülét, hogy vegyenek ki onnan. Nem volt hajlandó, de az egyik tanár tett egy nagyon szemtelen megjegyzést ő neki, amitől végre fölháborodott, és ettől kivett onnan. Ez 1957 tavasza volt, 56 tavasza volt, és hát dédapám hozta létre a mostani ötvös gimnáziumot, még reformkori író volt, meg színházi szerző, meg mindenféle, tehát a 48-as képviselő, tehát egy elég jelentős, fontos figura. Anyám bement, csak jellemző történetként mondom, anyám bement az ötvös gimnázium igazgatójához azzal, hogy hát itt van a fia, aki Nei Ferencnek a dédunokája, és hát ezért szeretné, hogy ide járjon. Erre az igazgató azt a választ adta, hogy az ötvös gimnázium nem tekinti feladatának a pesti burzsoázia továbbtenyésztését. Na, és akkor kerültem a budai egykori főreáliskolába, a Toldi gimnáziumba, ahol viszont Antal József lett az osztályfőnököm, és ettől kezdve egy ilyen hosszú kapcsolat alakult ki vele, később az Orvostörténeti Múzeumban is több mint 8 évig dolgoztam vele együtt. Tehát ez nem volt egyszerű. Ez a kezdet. Ugyanakkor egy bölcsész lelkű alapvetően, igen. Ifjút hova vezethetett volna az útja, mint az ELTE-re? Hát az nem volt olyan, az sem volt egyszerű dolog. Nem volt egyszerű? Hát nem, mert ez volt az az Antal osztály, amelyik 1957. október 23-án a vádak és némileg helytálló vádak alapján megszervezte a Toldi gimnáziumban a néma tüntetést, amitől aztán Antal Józsefet eltiltották a tanári pályától, minket pedig, mindnyájunkat, ennek az osztálynak, Antal osztálynak a tanulóit két évre az ország összes egyetemétől és főiskolájától. Ez volt az évfordulón, ugye? Az első évfordulón. Igen, igen, igen. Mihez kezdett? Hát elmentem színésznek. Amit állami Dériné színház, meg Kaposvári színház, meg egy pár évig, ameddig aztán tudtam jelentkezni. Addigra önmagam számára is kiderült, hogy azért ezen olyan nagyon sok keresnivalóm nincsen. Ha már a rendszerváltás egyik legendás személyiségét, Antal Józsefet említette, akkor jön egy másik legendás személyiség, Szabad György maga, aki az országgyűlés elnökeként lett számunkra, és önt viszont tanítványként tisztelheti. Hát nála doktoráltam történelemből.
Az kicsit bonyolultabb volt a kapcsolatom. Én sokkal inkább Hanák Péter tanítvány voltam. Bár Hanák Péter Akadémia Történettudományi Intézetébe volt, ő is el volt tiltva az oktatástól. Ez tulajdonképpen két szomszédvár volt akkor, Szabad György és Hanák Péter a 60-70-es, még a 80-as évek első felében is. Szabad György volt a magyar népi függetlenségi Kossuth János hagyományoknak az ápolója, ha valaki emlékszik a beszéd stílusára. Igen. Teljesen a kossuthi elokvenciával beszélt, olyan furcsán tagolta időnként a mondatait, hogynál nem szoktunk befejezni mondatokat, ő ott fejezte be, mert azzal szónoki fogás volt, és akkor utána folytatta tovább a mondatot. Tehát mikor írtam a doktori disszertációmat hozzá, akkor állítom, hogy a 19. század egyik zseniálisabb újságírója, aki tulajdonképpen politológus volt, Kecskeméti Arélnak hívták, a magyar politikai szatíra megteremtője, Kákai Aranyosként egy egész fogalom volt a 19. században. Őtőle talán két idézetet is vettem. Nagyon nem szerette Kossuthot, Kecskeméti Arél. És Szabad György azt mondja nekem, hogy tessék kihagyni a Kecskeméti Arél idézetet, mert egy ilyen jellemű embertől nem lehet ilyen idézetet hozni. Na most én őszintén teljesen, abból is látszik, hogy annyira megdöbbentem, hogy mostanáig emlékszem az eseményre, szóval hogy mondhat egy történész ilyet? Tehát sok mindenről lehet beszélni, de az, hogy megcenzúrázni, magyarul mondva, még hogyha ez, tehát ez is Kossuth védelmébe volt az egész. Úgyhogy azért mondom, én Szabad Györggyel, hát nagyon sokáig kapcsolatban voltam persze természetesen, de én a nagy összeütközés állandósult 1967-től kezdve, akkor is a kiegyezés 100 éves évfordulója volt, és a Kossuth klubban rendeztek egy nagy vitaestet. Ez volt az első olyan, amikor a Habsburg monarchiáról, osztrák-magyar monarchiáról szó volt, meg egy ilyen nyilvános történész vita volt, zsúfolásig tele volt a pesti Kossuth klub, és a két előadó, Szabad György és Hanák Péter volt, és nagy összeveszés, tudományos összeveszés volt. Antal József a közönség köréből fölállt, és mint nagy kiegyeztető próbált közvetíteni a két fél között. Ez remek esemény volt. Na most Hanák Péter a kiegyezés pozitív oldalát és a monarchia pozitívumait elemezte, Szabad György pedig a Kossuth szellemében a kiegyezésnek a negatívumait és tulajdonképpen visszautasította mindazt, amit Hanák Péter mondott. Én hozzám mindig is sokkal közelebb volt a kiegyezés, és az utána következő fél évszázad, modern Magyarország nem lenne, hogyha az a fél évszázad nem lett volna 1867 és 1918 között. No, egy fontos pillanatra kérdezem. Miként választott magának szakirányt? Miért a sajtótörténet? Nagyon sok mindent csinált, nagyon sok fontosat előtte is, de ha megnézzük a pályáját, és megnézzük a könyveit, tehát ha rátekintünk arra a virtuális polcra, akkor rengeteg olyan sajtótörténeti adalékkal szolgált nekünk, ugye, amely a média történet része, és számunkra ma is fontos. És ez tanulságos történet. Hogy talált rá a sajtótörténetre? Ő talált én rám, nem én a sajtótörténetre, és ez is Antal József függ össze. Amikor az orvostörténeti könyvtárba, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum könyvtár és levéltár, annak a könyvtári
részében dolgoztam. Akkoriban kezdett el szerveződni a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a MUOSZ, Magyar Újságírók Országos Szövetsége közös szervezésében, a MUOSZ pénzén egy nagy magyar tudományos sajtótörténet. Ez az 1970-es évtizedben volt, és akkor a 19. századi kötetre két szerkesztő volt, Kosári Domokos a történész szerkesztő, és Németh G. Béla akadémikus az irodalomtörténész szerkesztő, és hát Antal Józseffel mindketten jó közeli kapcsolatban voltak, és kerestek olyan embert, aki szakmailag megfelelő, és hajlandó a képes családi lapok, az illusztrált lapok, a viclapok, tehát a nem politikai sajtónak a történetét megírni a 1849 után egész a századfordulóig. Azt hittem már a Mercurius Hungaria. Nem, az már szerencsére, az a kötet már, azt Kókai György, az már Kókai aki egyébként a Kodolányi főiskola tanára volt később. Na, ő írta meg az első, illetve ő szerkesztette az első kötetet, amelyik 1848-ig tartott, és akkor a második kötet. Nem fejeződött be ez a nagy munka, mert a századfordulóval, amikor az érdekes nagy tömegsajtó megindul, pont az érdekes résznél, ott szakadt félbe, és nem is folytatható. Na szóval így, hogy kerestek erre embert, én belevágtam, és benne ragadtam úgy, hogy aztán nem is lábaltam ki belőle. Hála Istennek teszem hozzá. Melyek azok a legfontosabb pillanatok, amelyeket szerzőként is megemlítene nekünk? Hiszen a sajtóintézményének kialakulása legalábbis az 1848-as időszaktól rendkívül fontos adalékokat tartogat ma is. Szinte bármit is nézünk, bármennyire is tartja magát szakértőnek, most nem önre gondolok természetesen, mindig jön egy újabb és újabb adalék, ami eddig ismeretlen volt. Amikor egy sajtótörténeti anyagot készít valaki, az újdonságra figyel, vagy sokkal inkább próbálja beilleszteni a régihez azt, ami még eddig ismeretlen volt számára? Én azért ragadtam benne a sajtótörténetbe, hogy ezt a kifejezést használjam, mert mindaz, amit magyar sajtótörténeti munkát ismertem, hát azért korábban is, ha nem is sokat, de néhányat írtak, azok végül is címekből, nevekből, a lapoknak a címéből állt, és a cenzúra, és a cenzúra elleni harc. Lényegileg ezekből a momentumokból. Még a legérdekesebb változatban is egy idő után nagyon unalmasak voltak ezek. Na most, amikor az ember kézbe vette az eredeti sajtót, rengeteget kellett olvasni, több százezer oldalt kellett olvasni ez alatt a munka alatt, hát egy új világ tárult föl előttem, és teljesen izgatott lett. Ilyeneket fedeztem föl, mint ez a kecskeméti arrél, akit említettem, de rengeteg. Tehát ez a magyar szellemi életnek, ez a rendkívül szűkössége, ahol abban az időszakban, tehát a rendszerváltás előtti időszakban kizárólag néhány emberre, néhány nagy emberre lecsupaszítva a magyar kultúrának, és ebben az értelemben a történelemnek a folyamata, tehát Petőfi, Adi, József Attila kész, mint hogyha ebben az időszakban nem lett volna más. Na most, vagy hát ha már Adi, akkor Adinál a publicisztikája Adinak, ami nem fordult előtt, hát az ember korábbi tanulmányaiban nem nagyon találkozott Adi publicisztikájával. Tehát állandóan jöttek azok az újdonságok, amitől kifejezetten izgatott lettem, és ettől nem tudtam abba hagyni a sajtótörténetet. Tehát tartalmi oldalról is sikerült újat találni bizonyos értelemben a szerzők
kereteken belül, és új szerzőket is. Általában ilyenkor, amikor valaki ilyen munkába fog, akkor az úgynevezett nagy nevekre utazik? Hát vannak olyan nevek, akik nélkül nem lehet akik megírni, pláne nélkül. Hogyha egy ilyen összefoglaló munkát akar az ember írni, de... Fel lehet fedezni például tehetséget, olyat, akik méltatlanul elfeledtek? Ó, hát rengeteget. A sajtó... A sajtónak, az írott sajtónak mondjuk azt, hogy a tragédiája, hogy egy hetes sajtóterméknél szomorúbb dolog és kevésbé élő dolog nincsen a világon. Tehát bármilyen jó, ha az nem mondjuk nagy vezércikkíróknak, vagy néhány nagy publicistának, tárcaírónak, utólag a legjobb írásaiból kiadtak kötetet, gyűjteményes kötetet, tudom én, Mikszát Kálmán, vagy Ágai Adolfnak a tárcáiból, ami Budapest kifejlődését gyönyörűen nyomon követi. Sok mindenkit lehetne, illetve nem elég sok mindenkit lehetne, ezek megmaradnak könyvként legalább, de akiről ilyen kötet nem készül a műveiből, az örökre elfelejtik, bármennyire is jó volt, nagyszerű volt. Ezek a különböző életmű kiadások, de azok csak a legnagyobbaknál, tehát nem tudom én, egy Kosztolányi életmű sorozat, vagy egy Mikszát kritikai sorozat, vagy egy Jókai kritikai sorozat, de például olyanok, mint Vészi József, aki egyike volt a legkiválóbb, nem csak szervezőknek és szerkesztőknek, hanem vezércikkíróknak. Nem jelentek meg a vezércikkei összegyűjtve. Vészi József Molnár Ferencnek az apósa volt egyébként. Ez vonatkozik egyébként a viclapokra, karcolatokra, a játékos formában megjelent krokikra is? Már melyik része vonatkozik? Az, hogy elfeledődnek. Tehát azok az írások, vagy pedig az egy külön tanulmányt igényel, hiszen azért a jó vicc örök, meg a jó történetek. Na, ezt akartam mondani, hogy tehát a vicceknek egy jelentős része vándormotívumoknak az újra fölelevenítése. A Borszem Jankó az első igazán nagy sikerű jelentős magyar viclap, ami 1868-ban indult el. Annak a vicc anyaga nagyon hasonlít, mondjuk társadalmilag, persze a Ágai Adolf és köre, akik ezt készítették, a magyarországi zsidó polgárságból kerültek ki. Ugyanabból a polgárságból, amelyik Berlinben a Kladderadatsch című viclapot készítette, vagy... amelyiknek például a Sigmund Freud a pszichológiai műveiben a hagyaték anyagát, hogy így mondjam, földolgozta, mint a tudatalatti működésének a bizonyítékait, tehát a vicc mechanizmusa. Na most ez a vicc, ez egy ebben az értelemben egy közép-európai jelenség, ami magyar nyelven, német nyelven, jiddis nyelven, legkülönbözőbb nyelveken előkerült, de hát ez egy közös cseh nyelven, közös kultúrkincs, ami egészen meglepő élmény volt számomra, amikor például Sigmund Freudnak van egy elég jelentős, viszonylag korai, egy olyan 200 oldal körüli kötete, a vicc és viszonya a tudattalanhoz címmel, amit ő megírt németül, és ugyanazokat találtam meg benne, jó egy pár, hát nem egész anyag, az érvelés anyaga, meg a bizonyíték anyaga, meg a szemléltető anyaga a Freud könyvnek, ugyanazok, mint amik magyarul megjelentek a Borszem Jankóban. Tehát a viccnek van egy ilyen nemzetközi része, és hát aztán önálló életre kelnek ezek, és hát a szójátékok
amit nem lehet csak azon a nyelven csinálni. Bilányos. Tehát magyar szójátékot nem lehet átültetni németre. Tehát ez egy bonyolultabb dolog, de hát nagyon izgalmas. Ha a magazinokat, illetve a bulvár sajtót vizsgáljuk, akkor volt-e átmenet? Vagy pedig ugyanaz a fejlődés története, mint a bármelyik napilapnak? Gondolok itt elsősorban arra, hogy ugye a bulvár sajtó egy időben Magyarországon nem létezett, mint tudjuk. Legalábbis az államszocializmusban nem volt bulvár sajtó. Helyen közzel bújtatva, ha úgy tetszik. Igen. Tehát de nem volt, ez az, most majdnem felsoroltam jó néhányat, tehát de nem voltak kimondottan bulvárlapok. Ez az átmenet, ezt gondolom, hogy vizsgálta. Ez mit jelentett a mai bulvár sajtó szempontjából? Hogy évtizedekig nem volt ilyen? Hát ez azért nem erre azért nem lehet egyértelmű választ adni, mert idős újságírók, akik működtek még a 60, 70, 80-as években, fiatal korukban például az estlapoknál, meg ha nem is bulvár, az estlapok azért nem voltak bulvár, de a tömegsajtónak a termékei voltak, tehát a szakmának az elsajátítását fiatal korukban azt ott szerezték a két világháború között, és az adott és megengedett keretek között megpróbálták folytatni később. Az esti hírlap például, hát az tipikusan ez a szocializmus által megengedett kicsi tömeglap, sok apróbb, akár rovattal, akár híranyaggal, ami teljesen a bulvár jelleget vitte tovább. Tehát ilyen jelenségek szinte végig megvoltak a 40 év alatt is. Tehát nem halt meg az teljes egészében. A bulvárnak az igazi mozgató ereje az üzlet. Mindenféle. Tehát amint elindult a privatizálása a magyar sajtónak, és amint üzleti érdekek szóltak amellett, hogy működjön a lap, milyen sikert éljen el, rögtön elkezdtek a különböző üzleti szempontokra figyelni, és a sajtóban az üzleti szempontra való figyelés az a bulvár. Ön végigkísérte a rendszerváltás időszakát. Mennyit változott a sajtó, miként látja? Milyen irányba változott, hiszen a 1990-től, ugye az esti hírlapról beszéltünk a 70-es évek közepe, ha úgy tetszik, 1 forint 10 fillér volt, ha jól emlékszem, a Népsportból Nemzeti Sport lett, de ez másik. Átalakultak a napilapjaink, értelemszerűen a Népszabadság, a Magyar Nemzet is pártkötődései okán most ezt ne vizsgáljuk, de általában a napi sajtó mennyit változott a rendszerváltozás óta? Hiszen azért ez tetten érhető. Hát itt a privatizálás volt itt, és a privatizálásnak a folyamata a rendszerváltást követően, hát az volt, ami meghatározta a sajtó életet. És hát ezek nagyon izgalmas történetek. Hát mondjuk a pártlapoknak, mármint a MSZMP lapjainak a története az az egyik, amelyik, tehát a Népszabadság privatizálása hasonló, amik viszonylag fájdalommentesen lezajlottak, de hát voltak nagy butarányok a Magyar Nemzetnek. Igen, például. Magyar Nemzet, mint hazafias népfront, Népszava, mint szakszervezet, és így tovább. Na, tehát az alapleosztás, hogy a pártnak, az állampártnak volt a központi napilapja, ez volt a Népszabadság, voltak a megyei napilapok, azok mind az adott megye pártbizottságának a lapja volt, tehát igen. 19 megyei napilap. A többi országos napilap az mind valamilyen nagy szervezetnek a
De hát az állampártba tartozó szervezetnek a lapja volt, tehát a Magyar Nemzet volt a Hazafias Népfront lapja, a Népszava volt a Szakszervezetek Országos Tanácsának a napi lapja, és a később, hát mert ezek mind történetileg kialakultak, legkésőbb a Népszabadság, az is mint Szabad Nép 1944-ben már elindult, legkésőbb 68-ban elindult a Magyar Hírlap, mint a Magyar Kormány lapja. Tehát ezek mind az állampárti nagy szervezeti egységeknek voltak a lapjai. Na most ezeknek egyrészt a privatizálása, és a megyei napi lapoknak a privatizálása történt meg. Tehát akkor nagyon színes lett a paletta, és hát a privatizálás során nem jutott a kormánynak lap, ezért akarta az Antal kormány megszerezni a Magyar Nemzetet, mint aminek úgyis megvolt ez a nemzeti nimbusza már kezdetétől, 1938-tól kezdve, meg Pető Sándortól, az első szerkesztőjétől kezdve. Na de nem feltétlenül szerencsés eszközökkel, és próbáltak meg. Hát, szóval nagyon bonyolult, ezek elég kevéssé átlátható, de azért jól nyomon követhető események voltak. Akkor, hogy még ami vissza lett centralizálva. Igen, még bonyolultabbról beszéljünk. Ugye megjelentek a kommunikáció média tudomány tanszékek főiskolai szinten, tehát a MOSZ újságíróiskola, Bálint György újságíróiskola volt, meg egy-két másmilyen, aztán jöttek lépten nyomon, és ön is a Kodolányin is tanított, Györfi azt hiszem, hogy egy remek tanszék volt. Mennyit változott az első pillanattól a mai napig, hiszen most pedig Egerben, az Eszterházi Egyetemen tanít, mint főiskolai tanár. Hát most már nem, emeritusként. Tehát megfordult, tehát íve van ennek a történetnek. Mennyit változott, népszerű volt a szak, ezt tudjuk jól. Egyik nagyon. Oldalról, másik oldalról azt hiszem, hogy felkészült fiatalok kezdték el a pályát. Itt, ha körbenézünk most az országos sajtóban, az írott és az elektronikus sajtóban egyaránt rendkívül sok név visszaköszön, akiket ön is tanított, akiket mi magunk személyesen ismerünk a Kodolányiról vagy egyéb helyekről. De hol tartunk ma? Hát a rendszerváltás után minden felsőoktatási intézmény, tehát a főiskolák ugyanúgy, mint az egyetemek, és a MOSZ, meg utána még egy-két alapítvány is például, elindította először az újságíróképzést, aztán egyetemi szinten ez inkább kommunikáció és médiatudomány és hasonló neveken, tehát nem annyira a gyakorlati képzés, bár mindegyiknek volt ilyen gyakorlati oldala is, újságíróképzés is, de ott inkább az elméleti képzésen volt a hangsúly. Na most ez így hirtelen kivirágzott, mint ahogy sok minden más is a rendszerváltással. Ennek a nagy oktatási kivirágzásnak az volt az eredménye, hogy lényegesen több helyen képeztek, mint ahol tanár tudtak szerezni, tehát hogy azért annak meglegyen a színvonala, meg a millió ott végző hallgatónak az elhelyezése, hogy mi történik a hallgatókkal azután, hogy elvégez egy újságíró szakot. Hát, szóval túlkínálat jött létre. Ezekben az első években, tehát nagyjából 94-ben indult el itt a Kodolányi főiskola, és ezen a kommunikáció szak. Tehát én akkor itt Székesfehérváron, ugyanebben az évben indult el az ELTE-n, Budapesten. Igen. A kommunikáció szak, ott Szombathelyen, aztán utána Egerben, csak alkalmilag kellett néha lemennem Nyíregyházára, tehát
ezek tényleg abszurdumok voltak, hogy hát mert egyszerűen például én mindig sajtótörténetet, sajtómédia történetet adtam elő, hát egyszerűen nem olyan sokan mozognak ezen a területen, akik ezt az igényt ki tudják elégíteni, de pontosan ugyanez volt a műfajelmélet zömmel, ami nagyon fontos dolog lenne, de a zömmel gyakorló újságírók adták elő. Tehát, na most ez volt egyrészt a rendszerváltás utáni indulása a képzésnek, majd most úgy nagyjából az ezredfordulót követően fokozatosan csökkent vissza, és most már alig-alig van. Tehát Egerbe is nagyon erősen visszahúzódik. Hallgató is sokkal kevesebb jelentkezik. Tulajdonképpen egy-két egyetem az, amelyiknél megnövekedett Eltén, Corvinuson. Tulajdonképpen ez hogy hívják, Metropolitan Egyetemen. Ezeken az a... Mert hogy az tavaly óta hívják csak Metropolitan Egyetemnek, az a... Nem emlékszem, hogy az a, mi volt eredetileg. Mindjárt. Budapesti Kommunikációs Főiskola. Igen. Na, az. Tehát itt még névváltozások. Kis, na, de szóval egyszerűen most annyira vissza lett nyesve az egész, és tulajdonképpen... Ennek van közéleti vetülete is, sőt politikai vetülete is, azért a sajtót általában a hatalom ismét nem szereti, és most már olyan közhangulat is van ezek körül, a képzések körül, meg egyáltalán a médiával annyi baj van általában, mint mindig a történelemben. Tehát nagyon erősen megcsappant a képzésnek a lehetőségei. És a presztízse is, azért tegyük hozzá halkan. Hát persze, de hát az ezzel együtt jár, tehát hogyha sok rosszat mondanak valamiről, akkor a diákok nem biztos, hogy akarnak oda menni olyan képzésre. Nos, én köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Egyetlen egy kérdésre maradt időnk. Mire készül, hiszen úgy ismertük meg, hogy mindig voltak tervei, amelyeket aztán meg is valósított, hála Istennek, teszem hozzá. Családomban megmaradt sok visszaemlékezés, napló, hasonló ilyen dolgokra. Most ezek között vannak érdekes és közéletileg is érdekes szerepet betöltő embereknek az írásai, és ez az 1840-es évektől kezdve lényegileg a második világháború, sőt, még utána is. Na most ezeket csak én tudom. Ezek valóban kéziratok, tehát túlnyomó többségük kézzel, még csak nem is géppel írva, tehát ezeket digitalizálni kell, és ki kell adni, mert ezt csak én tudom megcsinálni, tehát ez... kötelezettség, úgyhogy ez az első, és hát ez egy nagyon nagy massza, amiről szó van, rengeteg. Akkor lesz dolga bőven, jó egészséget kívánok hozzá, és köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót kívánok, viszontlátásra.